Szőcs Géza költőről nevezték el azt az irodalmi szalont, amit a Vasari villában nyitottak meg. A szalon ötletgazdája és vezetője Cserép László. Szőcs Géza, mint ahogy itt el is hangzott, nagyon jó barátunk volt, és rengeteg dologban, most az elmúlt időszakban ugye több szó esett Füred-Kutas Füredtéről és különböző mitatások. A Gézának nagyon komoly szerepe volt abban, hogy ez a színvonal különböző rendezvényeknél ez megvolt, ötletekkel jött, volt, amiben kimondottan szervezőként részt vett, emlékezünk a 56-os évforduló, az 56-nak az 54. évfordulójára egy nemzetközi színvonal programot tett le, olyan embereket hozott ide, olyan írókat, olyan művészeket, akiket senki más nem tudott idehozni, csak Szőcs Géza. És emellett pedig emberileg egy nagyon jó barátság volt. El kell mondani, szerintem fontos, hogy ő nem volt államtitkár, semmilyen közelében nem volt a kormánynak, amikor mi megbarátkoztunk. És évente többször találkoztunk családjával együtt, itt volt nálunk, tehát ez egy teljesen önzetlen mind a két fél részéről kialakult egy szimpátia. Én azt mondom, hogy Balatonfülednek ez a minimum, ezt megcsinálni. A szalon bútorai Szőcs Géza irodájában álltak, a képeket özvegye ajándékozta Fürednek. Gergely Zsuzsanna műfordító a megnyitón beszélt is történetükről. Egy nehéz, küzdelmes év után valahogy talpra álltunk, és tényleg, ahogy mondtam, hogy mindig mondják, hogy gyorsan kell cselekedni. És hogy annyira fontos volt, hogy Cserép Lacinak szíve lelke benne van ebbe a szalomba, a létrehozatalába, a kitalálásába, és aztán valahogy mind egyik dolog adta a másikat, a bútorok, a képek. Most pont azt beszéljük, hogy persze soha nincs vége egy ilyen dolognak, hogy még a könyves szekrényt is el kéne hozni, mert a szerves része ennek a kis együttesnek. Most látom, hogy tudtam, hogy valami hiányérzetem van, hogy nincsen itt az a szekrény, egy könyves szekrény, amit Géza nagyon szeretett. Úgyhogy ez egy másik fajta hazatérés. Igen, hát ha már muszáj tovább menni, akkor valahogy menjünk tovább, úgyhogy szép legyen, jó legyen, és tényleg végig itt van közöttünk, és itt legyen velünk mindig. Az irodalmi szalon megnyitóján Szőcs Géza Balatonfüredhez kötődő verseit Fűr Anikó olvasta fel. Július végén az a szabál, Balatonfüreden áll az a bál. Szíveden, szemeden, szemeden, hajadon, hajadon, ujjadon, bőrödön, szemeden, melleden, bőrödön, füleden, szemeten, kiüt a szerelem, hajadon, füleden, Balatonfüreden. A megnyitón Balázs János zongora művész és Kovács Péter hegedű művész játszott. Dr. Boka István polgármester méltatásában felidézte azt az évtizedes barátságot, ami Szőcs Géza költőt Balatonfüredhez fűzte. Dr. Boka István elmondta, ez az irodalmi szalon egy újabb közösségi tér, találkozási pont lesz Füreden, ami az irodalomnak és a művészetnek ad helyet. A Szőcs Gézáról elnevezett szalon megnyitóján részt vett Lévai Anikó, Orbán Viktor miniszterelnök felesége is, aki jó barátságot ápolt a tavaly novemberben elhunyt költővel.